adócsökkentés, otthonteremtés, folytatódó életpálya programok, értékálló nyugdíjak. Ezek Magyarország 2017. évi költségvetésének legfontosabb jellemzői. Bodó Sándor országgyűlési képviselőtől megtudtuk, hogy a parlament rövidesen tárgyalni kezdi a jövő évi büdzsét, ami azért történhet már 2016. májusában, mert a gazdasági helyzet kiszámítható. De ennek leginkább az a magyarázat, hogy ennyire előre tudunk tervezni, hogy az ország gazdasága kiszámítható. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek benne hiányosságok, hogy ne lenne olyan terület, amire többet lehetne fordítani, de alapvetően a főszámok, a gazdaság működése, az már most kiszámítható a jövő évre vonatkozólag is. Ezért aztán pontosan annak érdekében, hogy mindenki más is tudjon tervezni, az ország szereplői, a gazdaság szereplői, ezért néhány nap múlva megkezdődik a költségvetés általános vitája a parlamentben, és hát remény szerint még ebben a fél évben ez elfogadásra is kerül. Azt követi majd természetesen a költségvetés részletes kibontása, az alfahelyzeteknek majd a következő számításaik, vagyis minden a megadott munkarend szerint halad, csak bőven van rá idő, mert a lehetőség most ezt biztosítja. Képviselő úr elmondta továbbá, a gazdasági stabilitás annak is köszönhető, hogy a magyar állam körülbelül egy hónappal ezelőtt visszafizette az előző kormányzat által a Nemzetközi Valuta Alaptól 2008-ban felvett 14,3 milliárd eurós hitelcsomag utolsó részletét is. Ezt a viszonylagos működőképességet, nagyon mozgásteret mindenképpen az is biztosítja, hogy a korábban sokat emlegetett IMF hitelt sikerült visszafizetni. Ez óriási terhet jelentett a költségvetés számára, hiszen olykor negyed évente vagy fél évente olyan mértékű összegeket kellett befizetni a tartozás fejében, ami bizony, ahogy egy hétköznapi háztartás esetében is, nagyon komoly előtakarékosságra kényszerítette az országot. Nos, hát ettől a tehertől is már megszabadultunk. A költségvetéssel kapcsolatban konkrét számokat még korai lenne mondani, hiszen az általános vitára, illetve a büdzsé elfogadására ezután kerül sor, de alapvetően van néhány részlet, amely már most biztosnak tekinthető. Ilyen például a tej, a baromfi, illetve a tojás áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentése, mondta Bodó Sándor. Nagyon fontos, hogy a korábbi évben megkezdett áfa csökkentés, az most is folytatódik. Első alkalommal talán hihetetlennek tűnt, hogy vannak olyan alapvető élelmiszerek, aminek az áfája olyan mértékben csökkent, mint például előző évben a sertéshús áfája. Most tovább tudtunk haladni, és ugyanilyen mértékben ez 5%-ra való csökkentés. A tejtermék, hús, úgy értem baromfi, illetve a tojás áfája fog csökkenni, illetve valamilyen szinten megindul az internet használat, és az éttermi szolgáltatások áfájának a csökkentés. És ez talán 18%-ban fog most megállni, de a következő években tendencia lesz. Én nagyon szeretném, még most módosítóként nem biztos, hogy oda fog érni, hogyha folytatóna például a fürdőlátogatások kapcsán is, hiszen itt a választókeretben számtalan fürdő van, és hát a használóknak nyilvánvalóan kedvező belépő egyet tudna biztosítani, hogy ott is csökken az áfa. Ez pillanatnyilag még politikai egyeztetés alatt áll, ha az idén nem is, azért remélem, hogy közép vagy hosszú távon ez is bekerül a csomagba. Ettől az évtől a személyi jövedelemadó mértéke 16-ról 15%-ra csökkent. 2017-ben pedig továbbra is ezzel a csökkentett adókulccsal számol a költségvetés. A másik a személyi jövedelemadó, ami tulajdonképpen a másik oldala, a bevételi oldala a költségvetésnek. Nos, hát itt is folyamatosan csökkenő tendenciát tapasztalunk, és hát ez mindenképpen azt jelenti, hogy a családoknál, a dolgozóknál magasabb jövedelem marad a zsebben. Ez mindenképpen egy olyan dolog, ami lakosságbarát költségvetés feltételez, és hát fontos, hogy ezek mentén haladjunk. Természetesen nagyon sok fontos része van még a költségvetésnek, ami egyébként a hétköznapi hírekből is összerakható, hiszen az otthonteremtéssel kapcsolatosan, a csókkal kapcsolatosan. A korábbi hírek nyilvánvalóan mind-mind csak úgy működőképes, hogyha a költségvetési lába, a költségvetési háttere ezeknek megvan. Nos, hát a kormányzat erre is tud fedezetet biztosítani, hogy szokták mondani, hogy nincs felső korlát, vagyis amennyire a lakosság igények ezt indokol, tehát teszik olyan mértékben sikerül majd ezt az alapot feltölteni. Képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy az otthonteremtés előtt állók mindenképpen vizsgálják meg a családok otthonteremtési kedvezménye által nyújtott lehetőségeket, és amennyiben úgy érzik, hogy elvesztek az ügyintézés során, bátran fordulhatnak hozzá segítségért.
Alapvetően két részre érdemes bontani a gondolatainkat ezen a területen. Egyrészt a használt lakások kategóriája, másrészt az új lakások kategóriája, és hát külön van természetesen még az építőanyagok árfája. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy annyira egyedi más és más egy-egy családnak a helyzete, hogy mindenképpen keressék fel a pénzintézeteket, és hát ha ott meglátják azt a sorrendet, amitől első hallás nem kell egyébként megijedni, ilyen teljesítési feltétel, hogy mondjuk egy használt lakás mikor kapott építési engedélyt, tehát ezt egy riportban én nem lehet végigvezetni, hogy milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen, de ha végig mennek ezen a szempontrendszerrel, akkor tulajdonképpen mindenki tudja saját magára vonatkozólag eldönteni, hogy alkalmas, megfelel igénybe tudja venni. De egyébként nem passzolom tovább a labdát, hogyha az a bonyolult szituáció áll fönn, hogy mondjuk nem sikerül ott információt szerezni, vagy nem megfelelő információt kapnak, olyan szituáció alakul ki, ami nem viszi előre a megoldást, akkor magam sem bújjam el, keressenek nyugodtan, és hát nekünk megvan a közvetlen kapcsolatunk a minisztériummal, hogy azokat az egyedi problémás ügyeket tulajdonképpen ilyen döntőbíró elé vigyük, és hát ott meg fogják mondani, hogy milyen eljárási lehetőség van. Az életpálya programok folytatására is rendelkezésre áll a költségvetésben a pénzügyi fedezet, mondta Bodó Sándor, majd hozzátette, nagyon fontos, hogy sikerüljön rendezni a béreket. Nagyon fontos dolog, hogy a korábban megkezdett életpályamodellek folytatódnak, így a pedagógus életpálya mellett most a szociális és a rendvédelmi mellett most a szociális, illetve az egészségügyi ágazat lesz a következő időszak nyertese, illetve a kormányhivatalok, az állami szféra működtetése. Természetesen mindenhova jó lenne, de hát majd aprólékosan, hogy a költségvetés engedi, ahol az ország bevétele engedi, úgy fogunk haladni. Képviselő úrtól megtudtuk, hogy a jövő évi büdzsé kialakításakor szintén fontos szempont volt a nyugdíjak értékének megőrzése. Itt kicsit nehéz a helyzet, hiszen tulajdonképpen több lábon áll a nyugdíjas jövedelemnek, a nyugdíjnak a stabilitásra. Egyrészt mindenképpen látni kell, hogy az infláció mértéke milyen. Mert hiába lenne egy X mértékű emelés, ha az infláció ezt meghaladná, akkor az tulajdonképpen csökkentést eredményezne. Tehát az infláció, és hát külön kell számolni természetesen az alapvető élelmiszerek, alapvető termékek inflációját, az szerencsére Magyarországon már évek óta nagyon alacsony. Itt az 1-3 számolástól függően százalékos inflációval beszélünk, de van olyan hónap, ahol például nulla volt, vagy esetleg mínuszba is ment át. Tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy az árak tartósan, folyamatosan nem emelkednek szerencsére, tehát van egy kiszámítható piaci rend. A másik a tényleges emelés, ami most egy 0,9%-os, ami első hallásra nem tűnik túlságosan nagy számnak, sőt, de a korábbi évek 3%-os emelését, vagy attól is magasabb emelését látjuk, akkor azért a tendenciákat látunk, mindenképpen érdemes azt leszögezni, hogy mondom, az inflációval kombinálva tulajdonképpen a nyugdíjak stabilitása is biztosított. Bodó Sándor kérdésünkre elmondta, hogy a migrációs helyzetre tekintettel a 2017. évi költségvetésben képeztek egy tartalék alapot, amely az ország, illetve a magyarok védelme érdekében olyan mértékben kerül majd felhasználásra, ahogyan azt a kialakuló helyzet indokoltá teszi majd. Fontos látni, hogy a kormány alapvető célja a magyar családok biztonságának megteremtése, úgy fizikai, mint anyagi értelemben. Összegezte a költségvetés kialakításakor is szerepet játszó legfontosabb gondolatokat képviselő úr. Tulajdonképpen az egyik fő jellemző az, hogy segítsünk a magyar családoknak, és hát ebben benne van minden. Az adótól kezdve az áfán át az otthonteremtési támogatások, illetve a családok adókedvezménye, tehát összetett, nyilvánvalóan nem is lehet egy területtel megsegíteni. Ha belegondolunk, hogy mondjuk mi az ország jövője, mi Európa jövője, hát akkor általában ugye mostanság két megoldást látni Európában. Az egyik az, hogy külső idegen kultúrából érkezett emberekkel próbálják az európai demográfiai hullámot valamilyen szinten kiegyenesíteni. A másik pedig az is szerintem kizárólag ez vezet célra, hogy a saját nemzetből való minél hatékonyabb, minél biztonságosabb háttér megteremtésével próbáljuk azt a demográfiai hullámot kezelni. Tehát nagyon fontos, hogy Magyarországon is szülessen nagyon sok magyar gyerek, legyen következő generáció, a mostani fiatalok tudják eltartani a nyugdíjas generációt, és hát azt követően pedig mindig a társadalmi szolidaritás jegyében tudjon ez folytatódni. Ehhez mindenképpen
magyar munkavállalók kellenek, és hát nagyon fontos az, hogy már meghaladja jócskán a 4 milliót a munkavállalók száma. Persze, ilyenkor szoktak legyinteni, vagy az asztalra csapni a tévénézők, hogy mert persze a közmunkásokkal, de én azt hiszem, hogy az ő munkájuk is ugyanúgy fontos része ennek a folyamatnak, amit a kormányzat visz, hiszen gondoljunk csak bele, hogy ha csak segélyért állnának sorba, akkor az milyen terhet jelentene mondjuk a kormányzatnak, az államnak, és hát mennyivel más az, hogyha mondjuk ők is valamilyen szintű értékteremtő közmunkát tudnak végezni. Nem azt mondom, hogy ezen a területen már nincs mit javulni, mert bizony van, ezt látjuk mindannyian, de mégiscsak egy tendencia, egy irányultság látszik. Tehát ha a munkavállalók száma ezt biztosítani tudja, és hát a gazdaság teljesítő képessége, akkor mindenképpen látható, hogy a következő időszak tervei megvalósíthatóak.